Ebben a videóban ismertetem a párhuzamos szelőttételét, és egy kis szigorítás mellett a párhuzamos szelőttételének megfordítását. Majd a feladatok megoldásánál alkalmazom a tételt és a megfordítást. Álljunk is neki. A párhuzamos szelőttétele kimondja, hogy ha egy szög szárait párhuzamos egyenesekkel metszük, akkor az egyik száron keletkező szakaszok aránya megegyezik a másik száron keletkező megfelelő szakaszok arányával. Miért mondtam, hogy megfelelő? Azért, mert vágási, meccési szempontból megfelelő szakaszokat kell néznünk. Felírhatom tehát, hogy amennyiben a feltétel az, hogy az E1 párhuzamos az E2-vel, annak az lesz a következménye, hogy A úgy aránylik B-hez, mint ahogyan a C aránylik a D-hez. Persze ennek az aránynak akármelyik átrendezett alakja is igaz lesz. Például A úgy aránylik a C-hez, mint ahogyan B aránylik a D-hez. De azt is mondhatom, hogy D úgy aránylik C-hez, mint ahogyan B aránylik az A-hoz. A párhuzamos szelőtételének megfordítása kimondja, hogyha egy szög szárait olyan egyenesekkel metszük, hogy azt tapasztaljuk, hogy az egyik száron a csúcstól számított szakaszok aránya megegyezik a másik száron a csúcstól számított szakaszok arányával, akkor a metsző egyenesek párhuzamosak. Felírhatjuk tehát, hogy A úgy aránylik az A plusz B-hez, mint ahogyan C aránylik a C plusz D-hez. És ha ez a feltétel, akkor a metsző egyenesek párhuzamosak, tehát E1 párhuzamos E2-vel. Ezen nem is csodálkozunk igazából, hiszen látjuk, hogy a kis kék háromszög O csúcsából keletkezett középpontos nagyítással a nagy sárga háromszög. Így a hasonló háromszögek megfelelő oldalainak arányával felírhatjuk a párhuzamos szelőttételének megfordításának következményeként a szelőszakaszokra vonatkozó szabályt is. A szelőszakaszok aránya a csúcstól számított szárdarabok arányát éri. Tehát E úgy aránylik A-hoz, mint ahogyan F aránylik az A plusz B-hez. De az is igaz, hogy E úgy aránylik C-hez, mint ahogyan F aránylik a D plusz C-hez. Azért a párhuzamos szelőttételének megfordítása nem egy tökéletes tétel megfordítás, hiszen látjuk, hogy szigorítottuk a feltételt azzal, hogy a csúcstól számított szakaszok arányát vettük. Valóban szükségünk van erre a szigorításra? Ezen az ábrán jól látszik, hogy a szög szárait olyan egyenesekkel metszettük el, hogy az egyik száron keletkező szakaszok aránya megegyezik a másik száron keletkezett szakaszok arányával, a metsző egyenesek mégsem párhuzamosak. Tehát valóban nagyon fontos az, hogy a megfordítást szigorítsuk azzal, hogy az egyik száron a csúcstól számított szakaszok aránya megegyezik a másik száron a csúcstól számított szakaszok arányával. Ezen kis bevezető után álljunk is neki a feladatok megoldásának. Az első feladat szövege így hangzik. Az ábrán Y párhuzamos a 6 cm-es szakasszal. Mekkora az X és az Y szakasz hossza? A párhuzamos szelőttétele miatt felírhatjuk, hogy X úgy aránylik a 9-hez, mint ahogyan 2 aránylik a 3-hoz, amiből az X 6 cm lesz. A párhuzamos szelőttételének megfordításának következményeként pedig felírhatjuk, hogy Y úgy aránylik a 3 meg 9-hez, mint ahogy a 6 aránylik a 9-hez. Ebből Y-ra 8 cm-t kaptunk. A következő feladat így szól. Az ABC háromszögben
Az AC egyenlő 10 cm-es oldal párhuzamos a háromszögben lévő 8 cm-es szakaszsal. Mekkora az X, ha az AB oldal 6 cm? Az ábrán láthatjuk, hogy a B csúcsnál levő szög szárai vannak párhuzamosokkal elmetszve. A szelőszakaszok hosszát ismerjük, ezért a párhuzamos szelő tételének megfordítását alkalmazzuk, ellenben fel kell írnunk, hogy a DB szakasz mérőszáma az 6-ból X-et kell, hogy érjen. Ekkor az arányt így írhatjuk fel. 6-ból X úgy arányik a 8-hoz, mint ahogyan 6 arányik a 10-hez. Ebből X hossza 1,2 cm-nek adódott. Most pedig szerkesszük meg az adott AB szakasz A végpontjához közelebbi, 2-3 arányban osztó, nagy P ötödölő pontját. Nézzük a szerkesztés lépéseit. Az adott AB szakasz A csúcsából húzzunk egy segédegyenest. Erre az A csúcstól számítva mérjünk fel tetszőleges egységgel 5 egyenlő hosszú szakaszt. Az utolsó, az ötödik osztópontot kössük össze B-vel. Az így kapott egyenessel húzzunk az osztópontokon keresztül párhuzamos egyeneseket, és az utolsó lépésben pedig jelöljük ki az AB szakaszon az A-hoz közelebbi 2-3 arányban osztó nagy P pontot. A szerkesztés során a párhuzamos szelőtételét alkalmaztuk. Most pedig lássuk a következő feladatot. A 6 cm hosszú ABCD négyzet DC oldalának nagy H harmadoló pontját összekötöttük a D csúccsal és meghosszabbítottuk. Az így kapott DH egyenes a négyzet AB oldal egyenesét M pontban metszi. Mekkora a BM szakasz hossza? Vegyük észre, hogy a négyzet DC oldalának harmadolása miatt a BH szakasz hossza 2 cm. Jelöljük a keresett BM szakasz hosszát X-el. A párhuzamos szelőtételének megfordítása miatt felírhatjuk, hogy X úgy aránylik a 2 cm-hez, mint ahogyan X plusz 6 aránylik a 6 cm-hez. Ebből a keresett X, azaz a BM szakaszra 3 cm hosszúságot kaptunk. Napsütéses időben egy mezőn álló fa magasságát egyetlen egy volt segítségével meg tudjuk mérni. Nézzük a feladat szövegét. Mekkora a fa M magassága, ha a sík terepen úgy szúrtunk egy 1,2 méteres botot a földbe, hogy a bot 3 méteres árnyékának vége a fa 10 méteres árnyékának végével egybeesett. Hát ismét jól látszik, hogy a párhuzamos szelőtételének megfordítását fogjuk használni. És felírhatjuk, hogy az M a fa magassága úgy aránylik az ő árnyékához, a 10 méterhez, mint ahogyan az 1,2 méteres bot aránylik az ő árnyékához, a 3 méterhez. Ebből a fa magassága 4 méternek adódott. Ha viszont nem süt a nap, akkor két bottal tudjuk megmérni a fa magasságát oly módon, hogy a sík terepen a fától például 10 méterre egy 1,5 méteres, majd ugyanabban az irányba a bottól 2 méterre 1,2 méteres botot szúrunk a földbe úgy, hogy a botok és a fa teteje egy egyenesre essenek. Ezzel a módszerrel milyen magas fát mértünk meg. Készítsünk vázlatot, tüntessük fel az adatokat, rajzoljuk meg a botok és a
fa magasságának a tetejét összekötő egyenest is. Ezt a narancssárga egyenest toljuk el párhuzamosan a fa magasságának megfelelő irányba 1,2 méterrel. Ekkor kapunk egy rózsaszínű háromszöget, amiben már fel tudjuk írni a párhuzamos szelőtételének megfordítását. Az 1,2 méteres eltolás miatt a szelőszakaszok hosszát feltüntetjük az ábrával, és felírhatjuk a következő arányt. Az N-1,2-es szelőszakasz úgy aránylik a 12 méteres, ki a csúcsig tartó szakaszhoz, mint ahogyan 0,3 aránylik a kettőhöz. Ebből a felírt egyenlet rendezésével a felmagassága 3 méternek adódott. És nézzük az utolsó feladatot. Egy trapéz alapjai 9 cm és 4 cm-esek. Szárai 6 cm és 5 cm hosszúak. Mekkorák a kiegészítő háromszögének oldalai? Rajzoljuk meg az adott oldalhosszúságú trapézunkat. Tüntessük fel a kiegészítő háromszögét, melynek ismeretlen oldalait jelöljük X-el és Y-nal. A párhuzamos szelőtételének megfordítását tulajdonképpen a kiegészítő háromszög ismeretlen oldalainál levő szög száraira tudjuk vonatkoztatni. Felírhatjuk tehát a szelőszakaszokra vonatkozó tételt, mármint azt, hogy x úgy aránylik a 4-hez, mint ahogyan x plusz 6 aránylik a 9-hez. Ebből az x-re 4,8 cm-t kaptunk. Hasonlóképpen a másik oldalról y úgy aránylik a 4 cm-hez, mint ahogyan y meg 5 aránylik a 9-hez. Ebből az y 4 cm-nek adódott, ezért ennek a trapéznak a kiegészítő háromszögének az oldalai 4,8 illetve 4 cm hosszúak lettek. Végezetül szeretném megköszönni azt, hogy megnézted ezt a videót. Köszönöm szépen!